Az MB2-be frissen feljutott HR-rend Kozár Misleny a harmadik másodosztályú szezonjára készülő Szent Lőrinc csapatát hétközi edzőmérkőzésen fogadta a felkészülés negyedik hetében. A házigazdák nehéz időszakon vannak túl, ugyanis az első és a második számú kapusuk is kéztörést szenvedett, így Budzsáklia Benett a találkozó második félidejében debütált a felnőttek között. A stábban kapott helyet Tomin Milán, aki segédedzője lett Tóth Lászlónak. A lendületes mérkőzésen a vendégek szerezték meg a vezetést az első félidő derekán, de a házigazdák még ugyanebben a játékrészben Tóth Zoltán révén egyenlítettek. Sort cserélt mindkét csapat, de több gól nem született a találkozón. Az eredmény igazából nem annyira foglalkoztat, maga a játék az, ami engem érdekelt. Érezhetően nehezebben mozogtak a fiúk, sok rossz döntés volt, lassú volt a gondolat, és a kivitelezésekben is hiba csúszott. Elkerülhető gólt kaptunk, én azt gondolom, azon mondjuk, hogy ezeket javítsuk. Most ebben az időszakban azt mondom, hogy ez természetes, de látjuk a hibákat, és dolgozunk azon, hogy kijavítsuk. A Szent Lőrinci kispadon már az új vezetőedző Jeremiás Gergő ült, aki a DVSC-től érkezett. Nagyon tetszett az, amit láttam. Néhány dolgot gyakoroltunk a mérkőzés megelőző edzéseken, és megint csak láttam abból jeleneteket, és ennek nagyon örültem. Nyilván a mérkőzés terhelését úgy osztottuk el, hogy mindenki azt kapja, amire éppen szüksége van. Ezért fordult ott az erő, hogy a második fél időben ilyen extrém fiatal csapattal játszottunk, ahol az átlag életkor nagyjából 19 év volt, de azok a játékosok is oda tették magukat, és bizonyították azt, hogy szeretnének bekerülni ebbe a keretbe. A Merkantil Bank Liga július 31-én rajtol. Mindkét gárda idegenben kezdi a 2022-23-as szezont. A HR-rend Kozár Misleny a Soroksár SC-hez utazik, a Szent Lőrinc pedig a Gyirmót FC Győr ellen lép pályára.